A Rév Ambulancia 1997-ben kezdte meg szolgálatát a szenvedélybetegek és hozzátartozóik körében. Az elmúlt 25 évben sok személynek tudtak segíteni a munkatársak. Az ambulanciát jól jellemzi mindaz, ami a nevében is jelen van, hiszen a Rév rövidítésben fellelhetőek a remény, az élet és a változás szavak. A megkeresőink körében függők hozzátartozói, párkapcsolati problémákkal, gyermeknevelési kérdésekkel fordulnak hozzánk. A függőség az nagyon széles körű, nem csak szerhasználat, hanem különböző viselkedés függőségekkel is találkozunk. Úgy, mint manapság látjuk, hogy a gyerekek nagyon sokat vannak az online térben, és ez mennyire megváltoztatja sokszor a család működését, és sokszor ezzel keresnek meg a szülők. Találkozunk házassági krízissel, párkapcsolati problémákkal, és ilyenkor a családterápiával tudunk segíteni. A Székesfehérvári Caritas fenntartásában működő Rév jubileumi ünnepségén Spányi Antal megyéspüspök hangsúlyozta, az evangélium tanítása szerint felelősek vagyunk a másikért. Rendelkezésre kell állni, a bajba jutotton segíteni kell. Nekem nagyon fontos II. János Pál pápának, az egyház szentjének egy mondata, amelyet többször idézek. Az embernek ott kell segíteni, ahol a másik ember van, abban a helyzetben, amiben ő van. És ez azt jelenti, hogy segítségére kell lennünk a bajban lévő embernek, sőt, segítségére kell lennünk a bajban lévő ember családtagjainak is. Hiszen egy szenvedélybetegség, egy kiszolgáltatottság, valami gyengeség nem csak azt az embert érinti, akik elsődlegesen ebben benne van, hanem az egész környezetét, az egész családját is. Spányi Antal hozzátette, a Rév szakértelemmel tud segíteni azokon az embereken, akik szeretnének változni. A városban fontos szerepet tölt be a szolgálat. Cserpalkovics András polgármester elmondta, hogy a szociális szektoron belül fontos, hogy az állami, önkormányzati, egyházi, civil szervezetek által működtetett intézmények jól együtt tudjanak működni. Ez Székesfehérváron megvalósul. A fenntartók közötti együttműködés is fontos, és a szakemberek közötti kölcsönös munka és megbecsülés is. Én azt hiszem, hogy a Révelve egy nagyon jó példa. Ez egy egyházi fenntartású intézmény, amik szenvedélybetegekkel foglalkozik, ahol nyilván nagyon fontos a bizalom, szakmai, emberi, lelki háttér kialakítása és jó működtetése. És 25 évig nem lehet véletlenül dolgozni jól valamiben. Azt akkor tudja valaki jól működtetni. A fenntartónak, a katolikus egyháznak van egy elkötelezettsége, és a benne dolgozó szakembereknek van egy elkötelezettsége. Én azt hiszem, itt mind a kettő adott. Az ünnepségen a székesfehérvári, a kecskeméti, a budapesti, a szombathelyi, az egri, a szekszárdi szolgálat, a Caritas szociális intézmények munkatársai vettek részt, akik az elmúlt évek eseményeiről, a szakmai munka sajátosságairól tájékozódhattak.